Jó reggelt kívánok! Folytatódik a start, és ahogy ígértem, arról fogunk beszélgetni, hogy újra 1000 fő fölött van a igazoltan koronavírus fertőzöttek száma. Azért mondtam, hogy igazoltan, mert mintha úgy tűnne, hogy kicsit kevesebbet tesztelünk, mint korábban. Hajlamosak vagyunk legyinteni, és abba a hitbe burkolózni, hogy alapvetően átoltottá vált az ország. Mit jelent ez, és tényleg átoltottságról beszélhetünk-e? Mutatom a számokat, és ezt fogjuk utána elemezni. Eredetileg ugye a számokat milyen megkapom, a harmadik oltás körülbelül 950 ezeren vették fel. Ami fontos, hogy az oltási tervben majdnem 7,5 millió ember szerepelt, 7.343.000 nagyvonalakban. Ehhez képest az első oltás sem kapta még meg 6 millió ember, a második oltás pedig 5,6-5,7 millióan kapták meg. Tehát még mindig van egy körülbelül 1.301.400.000 ember, aki az első oltást se vette fel, pedig az oltási terv szerint számoltak azzal, hogy ők élnek az oltás lehetőségével, rendelkezésre állna a vakcina, abban bíztak a szakemberek, hogy ez biztosította volna bizonyos fokú átoltottságot, nem tartunk még itt. Hogy miért veszélyes ez, ezt fogom megtudni hamarosan Pusztai Erzsébet infektológustól, egészségügyi szakértőtől, hozzáérkezek most ide. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hiányzik ez az 1.400.000 ember abból a rendszerből ahhoz, hogy bizonyos szintű átoltottsági biztonságunk legyen? Természetesen, hiszen az, hogy mennyire tud terjedni a fertőzés, az alapvetően azon múlik, hogy mennyien vannak oltatlanok. Ráadásul ma már azt is tudjuk, hogy sajnos az oltottak is tovább tudják adni a fertőzést. Tehát a súlyosabb megbetegedés elkerülése érdekében borzasztó fontos lenne, hogy minél szélesebb körül legyen az átoltottság. Amikor arról beszélünk, hogy most a vírus elsősorban az oltatlanokat érinti jobban, akkor ezzel felmentjük az oltottakat, meg ettől az egész viselkedésünket, hogy nincs miért izgulni, ha megkaptuk az oltást, akkor rendben vagyunk? Nem így van, sajnos. Ez az, ami engem a legjobban aggaszt. Azt reméltem, hogy az oltás az majd erőteljesebben kivédi azt, hogy megkapjuk a fertőzést, de más országok tapasztalata, Izrael, Anglia azt mutatja, hogy bizony az oltottak között is tud terjedni a vírus, de ami nagyon fontos, nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy olyan súlyos állapot alakuljon ki, mint az oltatlanok között. És éppen ezért egyrészt az oltatlanok a saját egészségük védelme érdekében, sőt, bizonyos esetekben az életük védelme érdekében fontos lenne, hogy az oltást megkapják, másrészt pedig mindenkire vonatkozik, az oltottakra is az óvatosság. Nem véletlen az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, az Orvosi Kamara és a szakemberek folyamatosan azt hangoztatják, hogy vissza kell térni a maszkviseléshez olyan helyeken, ahol zárt térben sokan lehetünk együtt, vissza kell térni a kézmosáshoz, illetve a kézfertőtlenítéshez, és figyelni kell a távolságtartásra. Tehát amikor nem rendkívül fontos, akkor ne menjünk nagy tömegbe, ha pedig fontos, akkor vegyük fel a maszkot. Egymásra vigyázzunk ezáltal. Ezzel egyébként a nem rövidesen terjedhető influenzát, a normális influenzát is. Ugye tavaly azt mondták, hogy azért maradt el az influenza szezon, mert maszkot hordtunk. Mert maszkot hordtunk, bizony. Hát ilyen egyszerűen elvileg egy ekkora járványrendszert, vagy egy ilyen járványhatást ki lehetne védeni, hogyha maszk lenne rajtunk folyamatosan? Hát folyamatosan talán nem, de minden esetre, ha kellő óvatossággal hordanák a maszkot, akkor nagyon minimálisra tudnánk csökkenteni. Ugye tudjuk, hogy ez a vírus a családon belül terjedni tud, tehát nem lehet azt mondani, hogy a közösségben való maszkviselés az feltétlenül megállítja, mert családon belül egymásnak átadhatják az emberek, de minden esetre igen jelentős mértékben csökkentheti a fertőzöttek számát. Én azt mondtam, hogy 1000 fölött van a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma, és ezt pont kiemeltem, hogy hivatalosan regisztrált. Ugyanolyan aktivitással veszük még igénybe a teszteket, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor valakinek tünetei voltak, akkor kis túlzással azonnal az orvos is küldte tesztelni. Erős túlzás, mert sajnos nem így zajlott már tavaly sem. Tehát Magyarországon a teszteléssel már tavaly is komoly problémák voltak, most is nagyon komoly problémák vannak, hiszen nem történik meg a tesztelés, most éppen egy újabb levelet kaptak a házi orvosok, hogy majd teszteljenek ők a rendelőben, ami eléggé abszurd megoldás, hiszen nem tudják elkülöníteni a potenciális fertőzöttet a másokból a rendelőbe érkező személytől. Hát most el is indult, mint olvastam, egy tiltakozási akció ez ellen, de hozzáteszem, az iskolákban sem történik meg a tesztelés. Ma már olyan egyszerű teszteket is lehet kapni, ami úgy működik, mint a nyalóka, tehát nem kell feltétlenül ezeket a orbadugós tesztet. És ugyanolyan használni. Megbízhatóak is, mint mondjuk egy PCR-teszt? A PCR-teszt az más, ezek antigén-tesztek, ezek gyors tesztek. De ha ez pozitív, akkor az biztos, hogy pozitív. Tehát a pozitívak kiszűrésére nagyon is alkalmas lenne, és most hallottam épp egy ismerőstől, a gyereknek tünetei vannak napok óta, az iskolában sok hasonló korú gyereknek tünetei vannak, és nem történik tesztelés. Vonogatják a válluk, ó, hát ez csak nátha, de ezt nem lehet elkülöníteni ránézésre. Az iskolákban most az intézményvezetőkre van bízva, hogy milyen korlátozó intézkedéseket hoznak. Igen, de az iskolákban nem biztosítanak teszteket. Tehát környező országokban nagyon sok helyen heti egy, heti két tesztelés van, hogy ki tudják emelni azokat, akik fertőzöttek, ne adják tovább a fertőzést. Arról nem beszélve, hogy az iskola vezetője az nem járványügyi szakember. Tehát meg kéne adni azokat a feltételeket, amikor neki lépni kell, de tesztelés nélkül. Hát ha az osztályban van néhány olyan gyerek, akinek felső légúti hurutja van, ha nem teszteljük, nem fogjuk megtudni, hogy ez egy enyhe COVID-e. Visszatérve még az oltásra, a József Városi Önkormányzat bevezette, hogy azok a családok, akik beoltatják magukat, akkor szociális alap is kell természetesen hozzá, de 20 000 forintos egyszeri támogatást kaphatnak. Támogat hasonló elképzeléseket? Elképzelhetően, tehát hogy így is rá lehetne venni az embereket arra, hogy oltassák magukat? Elképzelhetőnek tartom, hogy vannak olyan rétegek, ahol ez egy komoly ösztönzést jelent, de legelső sorban is közel kellene vinni az oltást az emberekhez. Tehát az előzetes regisztrációt már nem tudom hányan mondtuk el, meg kéne szüntetni, olyan oltópontokat kéne felállítani, ahova bárki bemehet. A rendszeren keresztül ellenőrizhető, hogy kapott-e eddig oltást vagy nem. A lehető legkönnyebbé kéne tenni azt, hogy ezt az oltást felvegyék az emberek, arról nem beszélve, hogy hihetetlen sokféle propagandára van pénz. Erre valahogy nincs. Pusztai Erzsébetnek köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönöm szépen.